Ezüstolló már is az érre tör. Micsoda fordulat, ez minden idők legizgalmasabb versenye a Rákok hete programjai között. Bizony! Rákok? A cápák nem értek rá? De várjuk csak! Úgy látom, Fürge Kampó talán belekezd a hajrába, és igen! Ez az! Juhu! És ti ezt élvezitek is? Megállj, bajszos behatoló! A birtokháborítás törvénytelen! Az ördögbe lebuktam! Cody? Mondd, mi ez a bajusz? Az iskolai darabot gyakorlom. A gonosz tevő szerepét játszom. Bitang bukta Bruce-t. De te nem vagy gonosz, sem Bruce. A te neved Cody Burns. Csak eljátszom. A fantáziámat használom. Tudod, mulatságból. Én nem látok jót a személyazonosság hamisításában. Néha a rendőrök is ezt teszik a tévéműsorokban. Több rossz fiút csípnek fülön, ha álcázzák magukat. Ezek a detektív filmek talán segítenek, hogy megértsd. Csapat riadó! Betörtek a múzeumba! Nem tudjuk meg, ki nyer. Indulás, szikla! Hé, hey, óvatosan, haver! Ha elejted a követ, akkor annyi a tervünknek. Az már igaz, haver? Annyi a tervnek. Even is Mice, kezeket fel! Azt hiszi, hogy megállít, parancsnok. Ti nem hallottatok a Doki antitolvaj rendszeréről? Dehogy nem, és fel is törtik. Egy űrhajó az űrből leszállva, földünket vette új célpontjába, bolygónk vált új otthonukká. Optimus vezér, bölcs tanárukká. Védd meg az embert, segítsd őket, gyerd el tőlük a tiszteletet. Egy hű család lesz legjobb társak, másnap benned fed arcába. Mentőpatok, ment is lefel, megbettenek a bolygónak el. Mentőpatok, ment is lefel, mentőbotok. Botok és tolvajok. Pápa, remélem nem adtam túl erős feladatot. Milyen jó, hogy csak az egyikük beszél. Szikla! Húzd ki a pneumatikus kábelt! Cody, van felvételed róla, merre menekültek? Nincs. Leállították a kamera felvételt. Danny, látod oda fentről a rablókat? Két útellenőrzés. Amint kiderítettük, mit loptak el, megbeszélés. Nem sokat, apa. Csak egy darab mechanitot vittek el. Szép kő, de nem ritka. Nem is értékes. Even és Mice ízlés ennél sokkal kényesebb. Rajtuk üthettünk, mielőtt lecsaphattak volna. Készülődnek valamire. Csak tudnám, hogy mire. Na jól van. Ideje tesztelnünk a kicsikét egy próbakörön. Helyes. A piros az jó. Tehát működik a gépromboló. Mától minden, amiben áram van, elromlik. Induljunk, vadász! Ez a tökéletes este a gyakorlatozáshoz. Köszönöm, nem. Most ezt az informatív mozgóképet tanulmányozom, amit Cody adott. Filmet nézel. Éppen kutatást végzek. Nevezd, aminek akarod.
A törvény szigete voltam. Az óceán bűnös hullámain úsztam. Hosszú ideje éltem álcában. A parancsnok sem ismert rám. De megérte. Lerántottam a leplet egy stikliről, Cincinnatiben. Álcában él. Azt hiszem, most már mindent értek. Nem tudjátok, hol van vadász? Egész reggel nem láttam. Ha gyakorolná velem a szövegemet, megérteném, milyen mókás a színészet. Először magyarázd el, mit jelent a mókás. A levegő sűrű volt, a bűnözés sűrű ködje szállt alá. Ekkor lépett be ő. És feltette nekem a kérdést, amelyre nem készülhettem fel. Miért van itt ilyen sötét? Vadász, van oka, hogy lekapcsoltad a világítást? A képzeletem segítségével szélesítem a hatósági módszereimet. Á, értem. És honnan van a kalap? Az életem tel is tele van rejtéllyel. Az internetről. Úgy látom, ez a méret tökéletes rám. Hú, úgy tűnik, meg akarják zavarni Huxley adását. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell ismernünk? Nos, ha magányosan kódorgó rákot látunk, haladéktalanul... Várjunk, állj! Valaki rongálja a parabolámat! Hé, hey, kik vagytok? Elég volt! Mit? Even és Mike sem kedveli a rákok hetét. Cody, figyeld őket az irányító központból. Csapat! Mentőcsapat, mentésre fel! A csikorgó autógumim zajából visszhangzott a környék. Vadász, te most mesélsz? A képzeletem segítségével maradok szerepben. 99,8%-os hatékonyságú az ügyek megoldásában. Ha elkapjuk Event és Milest, én támogatom. Apa, Evenék el akarnak hajtani az antennával. Mire kellhet az nekik? Talán meg szeretnék nézni a kis állatmaratont. Kétlem, hogy csak ennyi volna. Bármit megadnék, hogy megtudja, mit tervezhetnek ezek. Apa, a Russell utcán vannak, eléjük tudtok vágni. Hallottátok Codyt? Zárjátok le az utat, mi vadásszal mögétek lopakodunk. Ha nem lennénk elég fenyegetőek, itt van ez a kis akadály. Motorra hagyta az autóját. Ezek azt hiszik, menekülő autónak használhatják vadászt. Alig várom, hogy lássam. Bármelyik percben rátaposhat a fékre. Bármelyik percben. Vagy mégsem. Vajon hová megy? Uram, tegyen valamit! Vadász az autóbot rablás áldozata! A botokat nem kényszeríthetik másra az akaratuknál. Hidd el, én próbáltam. Szerinted vadász szándékosan tartott Evennel és Milessel? Mostanában furcsán viselkedik. Én semmit sem vettem észre. Az optikai tiszták, a szikrapulzusa normális. Ezt könnyen kideríthetjük. Rendőrbot, 20-as jelentést kérek. Vadász nem válaszol önnek? Talán nem szeretné felfedni az azonosságát a tolvajok előtt. Vadász áthaladt egy zónán, és kikapcsoltak a kamerák. Kidolgozhatott egy tervet. Ha lett volna terve, engedélyeztette volna. Mi van, ha a terv titkos? Nem, sosem zsiványkodna el egy küldetést. Valami nincs rendben. Elloptunk egy rendőrautót. Burns parancsnok most biztos őrjök. Na jól van, ezt vegyük ki és függesszük a helyére. Bejegyzés, álcaküldetés. Valami azt súgja, a két fickó olyan tervet forral, melyhez óriás serpenyő szükségeltetik. Jelentenem kell a pontos tervet a parancsnoknak. Itt maradok, míg ki nem derül, mivel állnak elő desszert gyanánt.
Ha X jelöli a célt, az ostobák a doktor laborja felé veszik majd az irányt. Parancsnok, vadász jelentkezik. A kommunikáció blokkolva. A komlink annyit ér, mint fürdőnadrág a homokozóban. De talán odakint... Hey! Nyomás a helyedre, robot! Mégis hová készülődtél? Parancsra várok. Helyes! Kapizsgálod? A filmkupac bármit megtesz, amit mondunk. Hé, hey, zsarubot! Változz autóvá! Most vissza, robottá! Ugrálj fél lábon! Fekvő támasz! Most legyél csirke! Gonosz vagy, tesó. Jól van, robot! Ismételd utánam. Even is Miles mondja, a Burns família béna. Even is Miles mondja, a Burns família béna. Király! Új parancs, plépofa! Lopj egy kis flótiumot a laborból. Azt mondtam, mozgás. Hát ez valami csoda. A robot haverunk beugrik helyettünk, és megkapjuk a szajrét az ütős tervünkhöz. Bejegyzés, álcaküldetés. Tudom, mélyre süllyedek, de a főnöknek tudnia kell, mit tervel ez a két pióca. Még mélyebbre csúszom. Ideje elhagynom a védőhálót. Nyugi, Rexi. Jó fiú. A flótium vegytiszta formában bármit képes repíteni. Vajon ez hogy illik a tervbe? El se hiszem, hogy túljutottál a riasztón. Változz autóvá, robot! Azt hiszem, megtartunk. Rendőrbot! Lehúzódni! Mondd el szépen a főnöknek, amit tanítottunk neked. Rajta, robot! Even és Miles mondja, a Burns família béna. Vadász most? Sérteget? A szolgálatom nem eredményes, ha nem ismerem a tervüket. A terv az, hogy kiviszel minket. Azonnal! Szerszámot bekapcsolni! Hű, mi a csoda történt? Azt hiszem, vadász már nem szeret minket. Ezt nem ússza meg szárazon. Gondolkozzunk. Kell lennie magyarázatnak vadász viselkedésére. Ő sosem fordulna ellenünk. Ébresztő apa, te nem ugyanazt látod, amit mi? Nem ő az első kibertróniai, aki átáll. Kodi, hová tart vadász? Megint elmosódik a kép. Biztos az új társa teszi. Tűznovak, szerintem még a mi oldalunkon van. Kodi! Honnan veszed, fiam? Amikor vadász a nevedet mondta, nem a szokásos hangján beszélt. Mindig robotként viselkedik. Szerintem álcázza magát, mint a detektív filmekben. Lehetséges. Vissza az állomásra. Egyelőre nem mondunk le vadászról. Akkor sem, ha ő már lemondott rólunk. Bejegyzés, álcaküldetés. Társaim becsapása nehezebb volt, mint nyelvtörőt kimondani télen. De meg kellett tennem, hogy megismerhessem a pontos tervet. Hát ez szuper! Kell még bele flótink. Ó, majdnem elfelejtettem leblokkolni. Maradj a zöld fényen belül! Másképp te is kisülsz, mint a város többi berendezése. Griffin Rock visszatér a kőkorszakba. Na, mehetünk shoppingolni. Tűzlovag, jelentkezz! Vészhelyzet! Azt a csaló mindenségit! Még mindig blokkolják a jelet!
Nem léphetek a piros zónába, mert lekapcsolódom. Vadász visszajön, meglátod? Ha mégsem, bevehetnénk űrdongót. Kéd, ez nem segít. Danit folyamatosan riasztják valami furcsa piros fény miatt. Van kedve valakinek megnézni? Jól hangzik, apa, de most döntöm meg Graham rekordját. Hívja kellek. Jól vagyok! Even és Miles megszökik. És itt ez a rejtélyes piros fény. Valami azt súgja nekem, hogy ez nem véletlen. Bárki áll el mögött, egyre közeledik. Figyelem, mentőbotok! Ne lépjetek a piros sugárzásba! Hiszen ez vadász! Látjátok, tudtam, hogy nem hagyja cserben a csapatot. Mi van akkor, ha ez csapda? Fura lenne, ha csapdába akarna csalni és figyelmeztetne rá. Srácok, egyáltalán nem lassít! Mit művelsz? Engedj el! Negatív. Ez az erőtér az egyetlen, ami megóv a gépromboló készüléktől. Gépromboló? Az okozza a sugárzást? Igen. Even és Miles valódi terve. Elmagyarázom. Juhú! Győztem! Graham rekordjának annyi! Ha? Mi ez? Hé! Ne! Tehát Cody azt tanácsolta, hogy a képzeletemet használjam az álcához. Egy percig sem kételkedtünk benned. Igaz, tűzlovag? Nem, a lerohanásoddal veszélybe sodortál minket. Azért hiányoztál. Ezt bőven lesz időnk átbeszélni. Nézzük, milyen károkat okozott a sugárzás. Állítsuk meg Event és Miles-t. De hogyan? Semmi sem működik. Igen, a komlink is süket. Ha a botoknak a burokban kell maradniuk, nem sokat segíthetnek. Találékonynak kell lennünk. Na jó! Ki nem fizette ki a villanyszámlát? Na, ez szép fogás volt. Szerezünk még többet. Apa, én évek óta nem használtam ilyet. Lesz elég időt gyakorolni, mire beérünk a városba. Ha, klassz. Itt ácsorgunk, miközben embereket kellene megmentenünk. Talán más módon segíthetünk a probléma forrás kiiktatásával. Hogy a csodába fogjuk csinálni ez alatt? Itt ahhoz sincs hely, hogy átváltozzunk. Várj! Ez így nem jó. Jól van, mentőbotok, gyaloglásra fel. Bal jobb, bal jobb, bal jobb, bal jobb. Vigyázzon, Mr. Harrison. Nem akar néha gyalog munkába járni. Kész vagyok, Cody! Apa, nézd! Csapat húzzák! Ja, nyugi már! A robot szolgák nélkül semmire sem mennek. Van, aki ismeri még a régi nótát. Bal jobb, bal jobb, bal jobb, bal jobb, bal jobb. Nos... Ez megalázó volt. Szerintem csapatmunka. A valódi kihívás a gépromboló elérése lesz. Én simán felrepülök, és... Ah, persze, az ernyő. Even és Miles az égre tette a készüléket. Talán, hogyha a gazfickók helyébe képzelnénk magunkat, rálelnénk a megoldásra. Ez a legbutább Hello, dolog, amit... én Miles vagyok, szeretek lopkodni. Én vagyok Even, aki sosem mond semmit. Ugyan már, a színjáték nem használ. Ha gonosz nevű volnék, csak arra gondolnék, mit tehetnék a flótiummal. A flótium! És ezzel most önmagamat cáfoltam meg. Figyelem, felszállás!
Ez nevetséges. Egyébként nem is rossz veletek repülni. Megcsináltuk! Itt épp ideje volt. Mint kiderült, a képzelet kiváló eszköz lehet a mentő akciókban. Remélem most azt képzeled, hogy leviszel minket innen. Ahogy a strandokat szokás télen, az ügyet ezennel lezártuk. Te meg kihez beszélsz? Én volt a szikrád vadász, de a jövőben oszd meg a terved a csapattal. Értettem. Szeretnéd hallani a tervemet? Érdekel az őszinte válasz. Kodival gyakorolni fogjuk az iskolai darabot. Sajnálatos módon én játszom a jó fiút. A mai napon már épp eleget használtam a képzeletemet. Magyar hangok. Seder Gábor, Bogdán Gergő, Tokai Csaba, Bolla Róbert, Berkes Bence, Rosta Sándor, Szatmári Attila, Kassai Károly, Molnár Ilona, Jó Gábor, Pálmai Szabolcs, Koller Virág. Magyar szöveg Udvaros Melinda. Hangmérnök Kispál. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Pócsik Ildikó. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült.